Sziasztok, köszöntelek benneteket sok szeretettel. Többször megkérdezték már tőlem, hol van Isten, ők még sosem látták. Ilyenkor kimegyek a természetben, és rá csodálkozom Isten alkotói munkájára, az ő hatalmára, és eszembe jut az, amit Pál apostol a római levél első fejezetében leír, hogy ami nem látható belőle, az ő örök hatalma és dicsősége, az a teremtéstől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ezért nincs mentsége egyetlen embernek sem, mivel megismerhetik Istent, és mégsem dicsőítették Istenként. Kívánom azt, hogy megismerd, megtapasztald, és találkozz azzal az Istennel, aki az ő egyszülött fiát elküldte, azzal az Istennel, aki fantasztikus módon teremtette ezt a földet, és rajta mindent. Kijövök a természetbe, és érzem ezeknek a virágoknak az illatát, és vágyom arra, hogy még inkább betöltsön az Úr jelenléte és ereje. És kívánom, hogy a te életedet is betöltse az ő szeretete és az ő jelenléte, mert jön. És azt mondja az ige, ha én közeledek ő hozzá, akkor ő is közeledni fog. Legyetek áldottak, Isten őrizzen benneteket. Amen.